Sziasztok, el is érkeztünk a következő YouTube videóhoz, méghozzá a tanulási technikákhoz, amit már nagyon-nagyon régóta tervezek megcsinálni nektek, illetve tőletek is rengeteg üzenetet kaptam, hogy mikor láthatjuk már ezt a videót, úgyhogy el is érkezett a pillanat, kezdjük is a videót. Gondoljatok csak bele, amióta iskolába járunk, szóval általános iskola, gimnázium, egyetem, egyetlen egy olyan óra sincsen, ahol megmondták volna, hogy hogyan kell tanulni, hogyan készülj fel egy vizsgára, nem? Legalábbis amikor én jártam suliba, gimnáziumba, általános iskolába, akkor nekünk nem volt, manapság lehet már van ilyen, illetve egyetlen egy olyan óra volt nekem az egyetemen, amit így önszántamból felvehettem, szóval, hogy nem volt benne így a tervben, de hogyha valaki akart, ezt az előadást meghallgatta, és ez az előadás a tanulási technikákról szólt. Korábban is, úgy emlékszem, hogy korábban is volt egyébként ilyen előadás, viszont én nem vettem rajta részt, nem tudom, hogy miért, úgy gondoltam, hogy nem tudnak újat mondani, vagy csak szimplán pont elegem volt így az iskolából, vagy volt éppen elég tanulnivalom, vagy más dolgom, és nem vettem rajta részt, viszont most, amikor ugye az államvizsgára készültem, igenis éreztem azt, hogy szükségem van rá, ugyanis nagyon rövid idő alatt kellett megtanulni hatalmas nagy anyagmennyiséget. Köszönjük, Szansza, a végszót! Úgy gondolom, hogy ez az előadás az jó volt, hasznos volt, viszont sok esetben nem éreztem azt, hogy új információt kaptam volna, értitek? Szóval azt gondoltam, hogy mielőtt megcsinálom ezt a YouTube videót, még jobban belássam magam a témába, és több szemszögből is megvizsgálom ezt, hogy milyen technikák vannak, úgyhogy inkább úgy mondanám, hogy kiegészítem a tanárnőnek az előadását. Nem mondom, hogy rossz volt, de én érzek benne némi hiányosságot is. A legelterjedtebb tanulási technikák, ugye ez az újraolvasás, illetve a szöveg kiemelőzés, hogy újraolvasás alatt mit értek, annyiszor olvassuk el, amíg vissza nem tudjuk mondani, tehát tulajdonképpen magolunk akár egy verset a gimnáziumban, de ez abban a pillanatban lehet, hogy vissza tudjuk mondani, viszont később ez elszáll, és nem biztos, hogy megmarad. A másik az a szöveg kiemelőzés, ugye kihúzzuk a szöveget különböző kiemelőkkel, ami egyébként nálam működik. Szerintem jó abból a szemszögből, hogy kapsz egy vázlatot így az egész anyagról, és legalább egyszer átolvasod, tudod a fontosabb részleket, viszont, hogyha csak ezt alkalmazod, az nem feltétlenül hatékony. Lehet, hogy hatékony egy-két oldalnál, de hogyha egy könyvet kell megtanulnod, akkor viszont fixen elveszel a részletekben, úgyhogy ez nem a legmegfelelőbb módszer számodra. A tanár előadásában szó volt a különböző tanulási típusokról, hogy milyen típusú emberek vannak, és én igazából ezt tök jónak tartottam, viszont másik oldalon pedig azt álltam, hogy ez egy téfit, és hogy erre nem lehet alapozni. Én ettől függetlenül azt gondolom, hogy van benne igazság, szerintem fontos, hogy szem előtt tartsuk azt, hogy mi milyen típusok vagyunk, de persze nem lehet csak erre alapozni. Az interneten találtok egy kérdőívet, Szitó Imrének a tanulási kérdőíve. Ezt alulra beteszem nektek a leírásba, és akkor ti is meg tudjátok nézni, hogy ti melyik típusba tartoztok. Én egyébként magamat egy nagyon vizuális típusnak tartom, és sokkal könnyebben tanulok a képekből, ábrákból, és igazából, hogyha itt most belegondolok, hogy milyen tanulási technikák vannak, akkor egyértelmű válik számomra is, hogy nem feltétlenül csak erre kell alapozni, ugyanis nagyon sok olyan megoldás van, illetve módszer, ami ezt felülírja, és lehet mondjuk egy akusztikus típusnak is könnyebb úgy tanulnia, mint ahogy egy vizuális típus tanul. Vannak különböző aranyszabályok, amiket érdemes betartani. Ugye a tipikus körülmények, hát nem kell kétszer elmondanom, hogy a telefonotokat némítsátok le, vegyétek le az értesítéseket, és szerintem az a legjobb, hogyha kirakjátok a szobából, mert iszonyatosan zavaró tényező, de tényleg saját magamból kiindulva tudom, hogy egyszerűen nem tudok úgy tanulni, hogyha a telefonom bent van a szobában. Mert folyamatosan, hogyha nem is jön értesítés, mondjuk elolvasok két mondatot, egyből rákattintok, és megnézem, hogy mi van, hogy jött-e rajta valami, de nem jött semmi, csak az folyamatosan az időt nézem meg, és várom azt, hogy jöjjön valami, tudjátok, valami plusz impulzus, de nem jön semmi, szóval erre rájöttem elég gyorsan, hogy így nem fogok tudni tanulni, úgyhogy én mindig ilyenkor kitettem a telefont a konyhába, és mondjuk a hálószobában kezdtem el tanulni. Másik fontos dolog a szükségeteknek a kielégítése. Nyilván nem tudsz szomjasan tanulni, nem tudsz éhesen tanulni, nem tudsz fáradtan tanulni, ezért nagyon fontos a minőségi pihenés, az, hogy esténként időben lefeküdj aludni, és nem tudom, mindenki így igazából más, szóval valaki este tud tanulni, valaki nappal tud tanulni, de a lényeg az, hogy szálljatok időt az alvásra, a minőségi alvásra. Továbbá az is belejátszik, hogy túl sötét van a szobában, túl
túl nagy a kupi, túl sok kosz van, úgyhogy én mindig tanulásról szerettem azt, hogy így rendbe tettem a környezetet, ami körülvett engem, és utána tényleg azt éreztem, hogy nem tudok semmi másra koncentrálni, nem vonja el semmi más a figyelmemet, és tudok a tanulásra fókuszálni. De nem csak a telefon vonhatja el a figyelmet, hanem lehet például a tévé is, az Xbox, a rádió, valamilyen zaj. Érdemes tanulás előtt mondjuk szellőztetni is, hogy friss levegő jön be a szobába, szóval mielőtt leülsz tanulni, fontos, hogy ezeket a körülményeket tedd rendbe, és akkor utána tényleg nyugodtan tudsz majd tanulni. A másik az időgazdálkodás. Fontos, hogy felállíts egy menetrendet. Ugyanis, hogyha van egy menetrended, akkor át fogod látni az egészet. Látni fogod, hogy körülbelül mikorra kell végezned, mégis mennyi időd van. Ezt érdemes rugalmasan kezelni, mert nyilván nem fogod tudni előre, hogy mondjuk 2 hét múlva vasárnap, nem tudom, mondjuk egy családi ebédre meg fognak hívni, és akkor nem fogsz tudni úgy tanulni. Szóval fontos, hogy rugalmasan állítsd össze ezt a menetrendet, és legyenek közötte azért ilyen pár óra eltérések, hogyha bármi közbe jönne, akkor ne boruljon fel az egész rendszer. Gondolok itt például arra, hogy amikor nekem meg volt szabva még, nem tudom, még régebben, hogy muszáj, nem tudom, 50-100 oldalt elolvasnom, azt nem tudtam elkezdeni délelőtt, mert mondjuk az autót el kellett vinnem szervizbe, de délutánra már volt program, és csak délelőtt tudtam volna tanulni, és nyilván utána borult az egész. Szóval fontos, hogy észszerűen osszátok be a napotokat, és mondjuk egy könyv elolvasása, az mondjuk minden nap egy fejezetet el akarsz olvasni, vagy mondjuk minden nap 2 tételt kell megtanulnod, hogy mondjuk az a hét végére te végezzél mindennel. Ez attól függ nyilván, hogy neked mennyi tanulnivalód van, de ezt érdemes előre beosztanod. Aki látta az államvizsgás videómat, ott azért beszéltem arról, hogy én hogy osztottam be, ugye nekem nagyon-nagyon sok, körülbelül ilyen 77 tételem volt az államvizsgára, és hát ugye ott nagyon-nagyon fontos volt, ott előre kiszámoltam, hogy akkor egy hónapon van, körülbelül ilyen napi 3-4 tételt kell megtanulnom, annak érdekében, hogy én végezzek ez idő alatt, és igazából működött is. Próbáltam délelőtt 2 tételt megtanulni, aztán délután is 2, de majd így az időbeosztáson majd még beszélünk egy kicsit. Különböző kutatások azt bizonyítják, hogy nem feltétlenül az segít neked a tanulásban, hogy te mennyire okos vagy hogy te milyen tulajdonságokat örököltél, hanem sokkal inkább többet számít az, hogy mennyire vagy motivált, és mennyire akarod megtanulni azt az adott leckét. Ezt bevallom, nekem egy nagy megkönnyebbülés, ugyanis én mindig is azt gondoltam, hogy én hülye vagyok, és sokkal nehezebben tanulok, mint például a bátyám, akinek elég egyszer elolvasnia valamit, és már így tudja, de ugyanakkor lehet csak, tudjátok, hogy sokkal jobban tudod oda koncentrálni egy adott anyagra, lehet sokkal motiváltabb, és sokkal könnyebben megy neki ez sokkal könnyebben megy neki az, hogy megtanulja az adott anyagot, mint nekem, aki iszonyatosan úgy mondjuk a történelmet, vagy az irodalmat, és sokkal nehezebben tanulja meg, mint például egy kémiát. Szóval számít a motiváltság, ezért állítsatok fel különböző célokat magatoknak, amit időközönként el akartok érni. Mint például az iskolának a befejezése. Hogyha mondjuk 11-esek vagytok gimnáziumban, akkor tudjátok, hogy már csak egy év, már csak a 12-dik kell. Fontos ugye a felvételihez, hogy milyen pontszámot akartok elérni, fontosak a jegyek, hogy milyen lesz évvégén a jegy, azért erre is időközönként gondoljatok, és az is adhat egy bizonyos motivációt. És fontos, hogy így motiváljátok magatokat a pozitív dolgokkal, ne pedig úgy, hogy féltek, hogy 2-est kaptok, féltek, hogy megbuktok, csak jaj, meg ne bukjak. Nem, ez mindig a rosszabbik motiváció. És ugyanakkor fontos a visszacsatolás, és nyilván a jutalmak. Hogyha mondjuk figyelsz az egészségedre, akkor nem feltétlenül az a legjobb megoldás, hogyha mondjuk 5 oldalanként beraksz egy csokit a könyvbe, mert egy csomószor láttam ilyet, és próbáltam is, de nálam nem vált be, én rögtön megettem az egészet. Fontos inkább mondjuk egy olyan motiváció, hogyha mondjuk x órán keresztül tanulsz, és utána pedig mondjuk megajándékozod magad egy sorozattal, vagy megajándékozod magad egy edzéssel, egy sétával, valamilyen ruhadarabbal, szóval inkább én ilyen visszacsatolásokra gondolok. Na de hát akkor térjünk is rá a módszerekre, hogy milyen tanulási módszerek vannak. Az egyik módszer szerint az a jó, hogyha nem egyszerre tanulsz meg hatalmas nagy anyagmennyiséget, és több órán keresztül csak ülsz és nyomod magadba a tudásanyagot, hanem sokkal jobb, hogyha kisebb részletekre elosztod. Tehát kisebb részletekre elosztod, és próbálsz egyszerre
egyszerre kevesebb mennyiséget megtanulni, mint egyszerre egy hatalmas nagyot. Például, hogyha példát hoznék fel rá, akkor azt mondanám, hogy 10 órán keresztül leülök, és tényleg nem mozdulok meg, csak tanulok. Ehelyett ez a módszer azt tanácsolja, hogy 5 napon keresztül próbálj meg minden nap 1-2 órát megtanulni. Amikor elolvastam ezt a módszert, azt gondoltam, hogy igen, ez valóban, ez tök jó, és ez nagyon jó, de nem akkor, hogyha mondjuk tudod, hogy 3 nap múlva vizsgád van, és 200 oldalt kell megtanulnod, akkor szinte lehetetlen az, hogy akkor 5 napon keresztül napi 2 órát tanulj rá. Nyilván az tény, hogy az agy az egy hosszabb távú tudást, egy hosszabb távú tanulás után sokkal könnyebben elő tudja majd húzni azt az információt a mélyből, mint azt az információt, amit pikpak, tudjátok, egy nap alatt 10 órán keresztül bemagoltál. De nyilván, hogy egyetemen vagy, hogyha mondjuk egy töritézi előtt állsz, és lusta voltál tanulni, mert tudjátok, még 3 napom van, még 2 napom van, még van egy teljes napom, akkor nyilván tolod, de valahogy ezt nyilván, hogyha tudod előre, hogy mondjuk 2 hét múlva vizsgázni fogsz, akkor érdemes több részletben megtanulod az anyagot. Ugye erre mondják azt, hogy fokozatosan tanulj, amit alátámasztok, hogy tényleg nagyon-nagyon jó, és úgy van, viszont erre azért rá kell venned magad, és hogyha sikerül rávenned magad, akkor szinte biztos, hogy ez a módszer ez be fog válni neked. Ugyanis nekem államvizsgánál működött, hiszen tudtam előre, hogy egy hónapon van. Nyilván én nem napi 1 órát, napi 2 órát tanultam, hanem sokkal, de sokkal többet, viszont ugye előre beosztottam, és kihasználtam azt, hogy minden nap tudok tanulni. Valamint most is alkalmazom, ugye nyilván befejeztem a sulit, de a tanulást ezt nem szeretném abba hagyni, és most németet tanulok, és ezt is minden nap körülbelül egy órát szoktam tanulni. Reggel, amikor felkelek, elkészítem a reggelt, és amíg reggelizem, addig átnézem a német szavakat, átnézem, hogy miket vettünk, és érzem, hogy ez egyre jobb. Úgyhogy ez egy jó módszer, de nem feltétlenül úgy, hogyha csak 2-3 napod van egy vizsga előtt. A második módszer azt mondja ki, hogy intervallumokban tanuljunk. Mit is jelent ez? Állítsd be a telefonodon az időzítőt, a timert, akár mint a stopper órát, és szállj magadra 30 percet, körülbelül 30-45 percet, amíg te biztosan tanulni fogsz, és nem fogsz semmi másra figyelni, nem fogja semmi más elvonni a figyelmedet. Ez miért jó? Azért, mert bizonyított tény, hogy az agy körülbelül 40 percet tud egyhuzamban figyelni, koncentrálni valamire, és utána ez a hatékonyság ez folyamatosan csökken. Nem véletlenül vannak a gimnáziumokban, az általános iskolákban 45 perces órák, és utána egy 5-10 perces szünetek. Az egyetem viszont más, ott másfél-két órán keresztül ülsz a padban, és próbálsz figyelni, de lehetetlen. Na de én mondom, hogy ez a módszer bevált, nekem nagyon-nagyon is jót tett, ugyanis én nem 30 percet, de körülbelül 1 órát, másfél órát szántam egy tételre, és akkor próbáltam tényleg csak is arra foglalkozni, utána pedig adtam magamnak egy 10-20-30 perces szünetet, amíg mondjuk fejen álltam, nyújtottam, jógáztam, kimentem szanszával a kertbe, szóval minőségi pihenő időt töltöttem el, és itt ez nagyon-nagyon fontos, hogy minőségi pihenő időt töltsetek el. És itt nem arra gondolok, hogy mondjuk aki akkor addig nyomogatom a telefonomat, akkor addig olvasok egy könyvet, vagy megnézek egy filmet, ugyanis akkor is terhelitek az agyatokat, szóval ahhoz is az agynak dolgoznia kell, hogy befogadja a Facebookon olvasottakat, vagy egy filmet, ugye azt értelmezni kell, vagy akár egy könyvet. Úgyhogy ez fontos, hogy ez ne tanulással teljen, hanem minőségi pihenéssel. Aztán harmadik módszer a jegyzetelés. Hát én ezt sem mondanám, hogy ilyen típus lennék, aki órán nagyon lelkesen jegyzetem, mindig én azok közé tartoztam, akik elkérték az okosoktól a jegyzetet. Viszont ez szintén nem segíti azt, hogy ti sokkal könnyebben tanuljatok meg valamit. Szóval jegyzeteljetek, mert ez tényleg fontos. Én szintén mondom, hogy az államvizsga alatt alkalmaztam a jegyzetelést, megkaptam a kinyomtatott jegyzetet másoktól, viszont én azt még külön kijegyzeteltem, és csináltam saját magamnak egy ilyen fél oldal, egy oldalas jegyzetet az 5 oldalból, és miközben ezt kijegyzeteltem, így kreáltam magamnak tulajdonképpen egy olyan oldalt, amiben tényleg csak a fontos információk benne vannak, amit akár 20 perc alatt át tudok nézni. Szóval igazából csináltok ilyen kis jegyzeteket, miközben megtanultok mondjuk 4-5 oldalt a törikönyvből, és próbáltok meg fejből visszaidézni, szóval ne nézzetek be tényleg semmibe, csak
saját magatoknak írjátok ki, ami a fejetekben van, jegyzeteljétek ki, és utána pedig ellenőrizzétek le, és ezzel is kicsit így gyakoroljátok azt, hogy mi maradt meg akkor abból az adott fejezetből. Ez tényleg rengeteg, de rengeteg időt vesz el, de viszont jó és megéri. Ugyanakkor, hogyha mondjuk bejártok órákra vagy előadásokra, akkor ott is nagyon-nagyon fontos az, hogy jegyzeteljetek. Tudom, pont én mondom azt, aki alig járt be és nem jegyzetelt és társai, viszont azoknál az anyagrészeknél, amiknél bent voltam és jegyzeteltem, azok tényleg meg is maradtak, úgyhogy ez egy jó dolog, csak rá kell venned magad, hogy tényleg jegyzetelj. Nem, amúgy szerintem ez nem az én hibám, ugyanis én nagyon sokszor próbáltam jegyzetelni, próbáltam figyelni, viszont ugye az egyetemen többek, jóval többek az órák, mint 45 perc, és szerintem én már az első 30 perc után elvesztem és kész, és nem tudtam jegyzetelni rendesen. A negyedik módszer a kérdezz magadtól. Ezzel a módszerrel okokozati összefüggéseket teremtesz az agynak, és megkönnyíti az információknak a befogadását. Én speciál ezt a módszert egyáltalán nem alkalmaztam, viszont hasonlót igen. Én reggelente általában, hogyha a Somának nem délelőtt volt edzése, akkor fölkeltem és elkezdtem tanulni, már olyan 7-8 körül elkezdtem az első tétet, és körülbelül kettő tétellel végeztem, mire Somának szólt az ébresztő órája, és ugye reggel bementem hozzá, kicsit összebújtunk, és én elkezdtem neki felmondani a tételt. Ugye, oda bújtam, és akkor mondtam neki, hogy kicsim, képzeld el, hogy mit tanultam ma. És akkor elkezdtem neki mondani, szegényként fél kómában hallgatta, de nekem egy tök jó visszacsatolás volt, hogy emlékszem a tételre. A következő módszer az interleaving, és itt is hasonlóan okokozatra épül ez az egész módszer. Ez azt jelenti, hogy nem feltétlenül az egymást követő fejezeteket fogod megtanulni, hanem mondjuk megtanulod az első oldalnak az első részét, és utána pedig átugrasz a könyvnek a végére, és az utolsó részt kezded el olvasni. Itt nem egy 100 oldalas könyvre gondolok, hogy akkor az első oldalt, illetve az utolsó oldalt nézd meg, hanem mondjuk egy tételbe, vagy egy töri könyvbe, ott nyilván külön vannak osztva különböző részekre, amiket el kell mondanod az adott tételen belül, és akkor ezek között tudsz ugrálni. Én ezt használtam, és nekem be is vált, ugyanis volt olyan rész, amit, hát nem tudom, sokkal nehezebben tanultam meg, mondjuk a tételben, mint mondjuk az elejét vagy a végét, és az nekem is, tudjátok, úgy jó volt, hogy oké, az első részt megtanultam, a következő rész az olyan bizonytalan volt, nem nagyon ment, oké, azt átugrottam, és akkor utána a végét kezdtem el tanulni, aztán végül visszaugrottam arra a részre is, ami nehezebben ment, de így különböző részekre osztottam, és ezzel kreáltam magamnak egy ilyen összképet, egy teljes képet, és át tudtam látni, nem pedig csak különböző részletekbe láttam a sztorit. A hatodik módszer az a memória palota, és képzeljétek el, hogy ez a leghatékonyabb módszer a kutatások szerint. Ennél a módszernél a memóriának mindhárom kulcsfontosságú elemét felhasználjuk, méghozzá a képzeletet, a képzelettársítást, illetve a helyszínt. Nagyon fontos, hogy minél abszurdabb, minél mulatságosabb képet próbáljunk meg összerakni a fejünkben. Például, hogyha a költők nevét szeretnénk megtanulni, mondjuk például Ady Endre egy lila banánnal golfozik a konyhában. Azért ez egy elég abszurd és mulatságos példa, amivel sokkal könnyebben meg lehet tanulni a költők neveit. Én egyébként speciál ezt nem használtam, azért ezt többször mondják, hogy például mondjuk az angol szavak, vagy külföldi szavaknak a tanulásánál is, hogyha mondjuk nyelvet tanulsz, akkor is próbáld meg valamihez hasonlítani, de nekem sose volt egyébként ehhez elég képzelő erőm, hogy így tanulás közben így pip-pap még azon gondolkozzak, hogy kitaláljak valamit. Én ehelyett inkább próbáltam példákhoz társítani az adott tananyagot, mint például a vegyipari művelettant, amikor tanultam, akkor a centrifugális ülepítő berendezés volt például a mosógép. Ugye nekem ez vált be, hogy próbáltam ilyen életszerű példákat behozni, és akkor ugye művelettannál nagyon sokat kellett rajzolni így a berendezéseket, és azért egy mosógép az úgy ott van előttem, és azt sokkal könnyebben le tudom rajzolni, meg mint például egy kristályosító berendezés, ami ugye a kristályosításhoz kell. Úgyhogy én ezekhez próbáltam ilyen észszerű életbeli példákat felhozni, és ez nekem nagyon-nagyon sokat segített. Úgyhogy igazából így összefoglalóan azt kell mondanom az egész módszertanról, vagy hogy így ezekről, amiket én olvastam az interneten, hogy ezek jók és beválnak, én ezeket mindegyiket így összegyúrva használtam így az államvizsgára készülés alatt. Úgyhogy, ha láttátok azt a videót, akkor azt is láthattátok, hogy én
így össze-vissza színeztem mindent, és próbáltam tényleg így külön lerajzolni a tételt. Nyilván ugye megkaptam a tételeket kidolgozva, viszont én azokat még egyszer újra kidolgoztam, hogy sokkal jobban megmaradjon az agyamban. Különböző ábrákat készítettem, nyilakkal húzigáltam össze-vissza mindent, színeztem, kihúztam, és ezzel tudtam magamnak megkönnyíteni a helyzetemet. Valamint példákat használtam mindenhez, tényleg mindenhez hoztam fel példát, észszerű példát, és ezek is segítettek a tanulásban. Valamint volt, hogy azt is alkalmaztam, hogy ilyen különböző kisebb cetlikre írtam fel kulcsszavakat, és akkor azokat kitettem oda az íróasztalom környékére, és amikor ránéztem, akkor megpróbáltam felidézni, hogy miről szól az a tétel, vagy hogy mi az az egy-egy fogalom, ami mondjuk nehezebben megy, és akkor amikor mondjuk nem emlékeztem rá, akkor gyorsan átlapoztam azt a tételt, és akkor úgy meg tudtam tanulni. Nagyon fontos, hogy minden zavaró tényezőt kizárjatok, és tényleg csak magatok legyetek, legyen ott fény, amit ugye korábban is elmondtam, tisztaság, ne legyenek különböző problémáitok, mint az éhség, a szomjúság, ne legyen ott a kutya, ne legyen ott a telefon, ezeket tudom, hogy nehéz, de tényleg tegyétek ki, és akkor azt, amit beszéltünk, hogy beosztjátok az időtöket, hogy mondjuk 30 percet, az nem sok, az pikpak el fog menni, tényleg leültök 30 percet, csak arra fogtok koncentrálni, és semmi másra nem. Akkor utána meghitalmazod magadat, nem tudom, rendelsz valami cipőt, vagy rendelsz egy ruhát magadnak. Nyilván ezt ne fejezetenként, mert az nagyon drága lesz, hanem mondjuk egy-egy vizsga után megajándékozhatod magadat, és akkor ez egy pozitív visszacsatolás motiválhat téged arra, hogy oké, sikerült, jó, akkor most elmegyek a csajokkal shoppingolni. De ugyanakkor fontos az is, hogyha azt a 30 percet csak a tanulásra szántod, akkor utána egy 20 percet, egy 10 percet adj magadnak, menj ki az udvarra, játsz a kutyával, oké, lapozz végig az Instagramot, nem tudom, ami téged feltölt. Szóval az a lényeg, hogy legyen az a minőségi pihenőidő. Ami még szerintem nagyon-nagyon fontos, ez az ismétlés. Államvizsga alatt is folyamatosan úgy tanultam, hogy amit aznap megtanultam 4 tételt, azt én mindig kiraktam a konyhaasztalra, és másnap reggel azzal kezdtem, hogy azt a 4 tételt, amit előző nap megtanultam, megpróbáltam így fejből elmondani. Nyilván nem biztos, hogy úgy sikerült, de ez ne szomorítson téged el. A lényeg az, hogy megpróbáltad fejből elmondani, átvetted, átolvastad, és nem hagytad így az egészet ülepelni, hogy oké, akkor most a következő 25 napban nem veszed elő azt a 4 tételt. És igazából ez meg volt körülbelül egy óra alatt, amíg azt a 4 tételt átvettem, amit ugye tegnap megtanultam már. Jó. Megjöttél? Jó. Jó, te hálmos voltál. Köszönöm. Sziasztok. Igen, és a másik pedig ugye az emésztés, hogy legyen folyamatosan ideje leülepedni az anyagnak. Nyilván nem lehetetlen az, hogy vizsga előtt nem alszol, és akkor x órán keresztül folyamatosan tanulsz. Én nagyon sokszor csináltam ezt az egyetemi éveim alatt, viszont alig volt valami, amire másnap emlékeztem, vagy ha emlékeztem is rá, akkor az ott addig is tartott, és oké, megírtam egy 3-ast belőle, viszont utána mondjuk az az anyag kellene az államvizsgánál is, és itt viszont megszívtam, mert nagyon-nagyon sokat kellett tanulnom, és ugyanez van a gimis évek alatt is, hogy ott is folyamatosan kéne tanulnod, és alkalmaznod ezeket a módszereket, nem pedig az, hogy csak a vizsga előtt, csak a dolgozat előtt ülsz és seggelsz, és próbálsz tényleg reggelig fönnmaradni, mert utána például az érettséginél ugyanezekből fogsz vizsgázni. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy nincs menekvés, előbb-utóbb így is, úgy is meg kell, hogy tanuljátok az anyagot. És most már így, hogy érettségiztem, elvégeztem egy főiskolát, így sokkal nagyobb erőt érzek magamban, és sokkal motiváltabb vagyok, mint valaha, hogy igenis én meg tudtam csinálni, beadtam mindent, tanultam, nyilván voltak rögösebb útok, volt, amikor sokkal nehezebben ment, de ott van a cél a végén, és amikor eléritek azt, az egy olyan hatalmas nagy löketet ad, és tehát nagyon-nagyon jó érzés. Én ezeket szerettem volna nektek elmondani így a tanulási technikákról, a legjobb tanulási technikákról, illetve így kicsit a saját tapasztalataimat, a saját élményeimet is belvinni, hogy ne tűnjön ez az egész egy ilyen sablonnak, mert
Nyilván elolvastam előtte több oldalt is, illetve meghallgattam előadásokat, viszont szerintem az nagyon-nagyon fontos, hogy ezeket megtapasztald, és úgy mondjál valamiről véleményt, hogy tényleg van róla fogalmad. Ha tetszett ez a videó, akkor ne felejtsetek egy lájkot nyomni a csatornára, iratkozzatok fel, és találkozunk egy következő videóban. Sziasztok!